Nyers vagy főtt tojás? Döntsük el az asztalon látható két tojás közül, vajon melyik lehet a nyers tojás, és melyik lehet a főtt tojás. Egy nagyon egyszerű kísérlettel ezt el tudjuk dönteni, mégpedig csak a kezemre lesz szükség, és megpörgetem a tojásokat, majd megpróbálom megállítani őket. Figyeljük meg, mi történik. Nézzük meg a másik tojás esetében is. Láthatjuk, hogy az egyik tojás esetében, ahogy ráhelyezem az ujjamat, tovább pörög, míg a másik esetben megáll. Ennek a magyarázata, hogy a nyers tojásban a sárgája, illetve a fehérje folyékony halmazállapotban van jelen, ezáltal a megállítás pillanatában is a tehetetlenségénél fogva tovább lendül. Míg a főtt tojás esetében szilárd halmazállapotban van jelen a fehérje és a sárgája, ezért a megállítás pillanatában nem pörög tovább, megáll.